Európa harmadik legnagyobb vágókapacitású és egyben egyik legkorszerűbb üzeme lesz a Mastergut Kft. Kisvárdai baromfi feldolgozója. A cég 15 milliárdos beruházása a tervek szerint jövő év májusában fejeződik be. Stúdiónk vendége Bárány László alapító tulajdonos, köszöntöm. Köszöntöm a kedves tévénézőket. 15 milliárd forint az nagyon sok pénz. Hát bizony. Hogy tudják ezt elosztani időben és a megfelelő funkciókra? Mennyire tudnak előre tervezni? A Mastergut cégcsoport egy nagyon tudatosan és organikusan építkező baromfi cégcsoport. A megyében élők azért jól ismerik az élőállattermelő, termeltető céget, a Baromfi Kopot, és a Kisvárdán, illetve Petneházán működő csirkevágó továbbfeldolgozó üzemet működtető Mastergutot. Ez a rengeteg pénz, ahogy ön is fogalmazott, ez most Kisvárdára érkezett, és azzal a céllal, hogy megvalósítsuk azt a stratégiai elképzelésünket, hogy megcsináljuk a helyét annak az évi 72 millió csirkének, amit 2021-től mi ebben a kisvárdai gyárban le fogunk vágni, föl fogunk dolgozni, és a világ több mint 40 országába fogjuk exportálni, azon túl, hogy a nagyon fontos hazai vevőinket is ki fogjuk szolgálni. Ahogy a beharangozásban, a kormány bejelentésben is hallható volt, ez egy technológiai intenzív fejlesztés, kapacitásában is bővül, de jelenleg is ebben a kisvárdai gyárban 13.500 darab csirkét vágunk le óránként. Ennek a májusba befejeződő, de aztán még egy kicsit az őszi hónapokra is átnyúló beruházásnak a végére ez az üzem 15.000 darab per órá fog működni kettő műszakban, azaz azt jelenti, hogy minden áldott nap 240.000 csirkét fogunk levágni. Hogy mit jelent ez a legszó? Azzal próbálom érzékeltetni, hogy egy egyszerű osztást elvégeznek, hogy 15.000 darab per 3.600 másodperc, ugye egy órában körülbelül ennyi másodperc van, az kijön, hogy 4,1 darab csirke másodpercenként. Képzeljék el, hogy számoljanak velem együtt háromig, 1, 2, 3 és 12 csirke elment a pályán. A legkorszerűbb pedig annak a jelzője, hogy rengeteg automatát, robotot fogunk beépíteni. Hiszen ilyen sebesség mellett már az emberi beavatkozásnak is vannak korlátjai, tehát ahol az ember nem boldogul, ott behívjuk a robotokat, és azok lesznek képesek ezt az őrült tempót, ezt a hallatlan teljesítményt a technológia során jó minőségben végigkísérni, és mellesleg valóban ez egy technológiai intenzív beruházás, hisz a 15 milliárd forintból közel 12 milliárdot gépekre, robotokra, automatákra és az ezt irányító számítógépes rendszerre fogjuk költeni. Én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy ez egy óriási dolog, és nem csak önöknek, tulajdonosoknak, hanem akik ott dolgoznak, és egyáltalán akikkel kapcsolatban vannak, ugye munkakapcsolatban évek óta, nekik is egy nagyon nagy dolog. Lehet, hogy túl laikus és egyszerű a kérdés, de mivel nem vagyok benne ebben az iparágban, ezért megkérdezem, hogy honnan tudják eleve azt, hogy mire vágyhatnak? Tehát, hogy hová lehet ugye ilyen magas szinten fejlődni, hová lehet eljutni? Hát a költő azt mondta annak idején, hogy vigyázó szemetek Párizsra vessétek, mi ettől is messzebb nézünk, és a mi cégcsoportunk erőssége az, hogy nem csak technológiai intenzívek vagyunk, hanem tudásigényesek is. Elsősorban a fiaim, a László és a Péter fiam, akik az egész világot bejárták, és egy ilyen döntés szakmai előkészítés előtt elhozták a legkorszerűbb ismereteket, és ennek megfelelően készül nálunk 3-5 éves stratégiai terv keretében egy ilyen műszaki fejlesztés, tehát nincs olyan nap alatt.
ahogy a beharangozókban is szerepelt, ez lesz a világon a harmadik ilyen sebességű teljesítményű vágóüzem. Elmentünk ezekbe a nyugat-európai üzemekbe is, és az ottani jó példát adaptálva alakítottuk ki a saját elképzelésünket. Kellett-e valamilyen feltételeket biztosítani, megfelelni olyan kitételeknek, ami döntő tényező is lehetett akár az elbírálásnál? Se ingyen pénz, se ingyen szalona nincs, tehát nagyon szigorú elvárásai voltak a támogatást ideig élő szervezetnek, a magyar kormánynak a úgynevezett vállalkozás fejlesztés ösztönző intézménye ez. És itt azt kellett bizonyítani, hogy ezzel a technológiai intenzív fejlesztéssel olyan nagy mértékben nő az üzem teljesítménye hatékonysága, ami elbír az átlagostól sokkal nagyobb béremelést. Egész egyszerűen fogalmazok, a pályázó bíráló szempontok közül szinte egyetlen egy szempont volt, be kellett bizonyítani, hogy ez a 3,4 milliárd forint, ami körülbelül a 20%-a a teljes beruházásnak, a nemzetgazdaságnak kevesebb, mint 48 hónap alatt, tehát 4 év alatt megtérül. Hát hogy tud megtérülni egy ilyen beruházás? Megemelt bérek, az abból befolyó többlet, jövedelemadók és a járulékok. És mi ezt a megmérettetést úgy mondom sikerrel vettük, és így ítélték számunkra ide ezt a igen jelentős összeget. Hát ez még jobb hír, azt gondolom, hogy az önöknél dolgozóknak feltétlenül. A béremelésekkel együtt emelkedik-e vajon a baromfi húsára? Hát nagyon szeretném, ha azt az ütemet tudnánk tartani a húsáremelésben, mint a béremelésben tudjuk, mert a cégcsoportunk, ahol közel 2000 munkavállalónk dolgozik, sőt, ha a beszállítóinkat, partnereinket is ide veszük, akkor 2500-2600 családnak biztosítunk megélhetést, de a munkavállalóinknak eddig ebben az évben közel 18% béremelést juttattunk, illetve hajtottunk végre. Megnyugtatom a kedves tévénézőket, hogy ezt a ütemet nem tudjuk és nem fogjuk tartani a csirkehús áremelésben. Valamennyi áremelés lesz, hisz mindenki nyitott szemmel és nyitott füllel látja, hallja, hogy az agráriumban aszály volt, magasak a gabonaárak, az emelkedő bérek és beépülnek a költségekbe, de azt gondolom, hogy itt valamikor az őszi hónapokban elindul egy lépcsőzetes áremelés, ha a legjobb vágyaink is teljesülnek, akkor sem lesz ez az áremelés kétszámjegyű, inkább valahol az 5 és a 8% közé satszolom. Nyilván lesz olyan termék, a kunensebb termékek, aminek akár 10%-ot meghaladó áremelés, és lesz olyan termék, aminek ott lesz az ára, ahol volt, meg tavaly előtt. A beszélgetés végén csak annyit mondjon meg nekem, elkezdődtek a fejlesztési, technológiai fejlesztési munkálatok? A gőzerővel megy a munka, szerencsére ez egy jól előkészített fejlesztés, tehát azokat az infrastruktúrális beruházásokat, beleértve az épületek, gyártócsarnokok bővítését már tavaly előtt részben elkezdtük, az idén tavaszra befejeztük, tehát elindultak a gépek installálása, folyik a szerelés, és ahogy egy üzemrész és ahogy annak a berendezése hadrafogható, mi azonnal munkába állítjuk, úgyhogy zakatol a csirkepálya, és tudjuk tartani a beígért határidőt, meg tudjuk tartani a másodpercenként 4,1 darabos csirkesebességet is. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és tájékoztatást adott a kedves nézőknek. Én is köszönöm.